eljött az idő. Nem hiszem el. Ez az első videó, amit felveszek, amióta hazaköltöztem. Nem tudom, hogy jó lesz-e a fény, nem tudom, hogy jó lesz-e a bármi igazából, de kezdjük el, amit akartam nektek mutatni, hogy nem tudom, hogy ez korán van-e még, hogy fahéjas almás gyertyát égessek, de fahéjas almás gyertyát égetek, úgyhogy wow! Szóval, nagyon jó. Eljött az ideje, hogy felvegyem a legújabb ecsetmosós kérdezfeleleket, aminél hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy elképesztően széles skálán mozogtak a kérdések, és azt se tudom, hogy melyikeket válaszom, nyilván megvan a séma, nyilván válaszolni fogok rájuk, hogy túl legyünk rajta, és megbeszéljük ezeket a dolgokat is. Egy valamit bánok nagyon, hogy még mindig nincsen meg az a kis pörgetyűs ecsetmosó cuccom, úgyhogy marad a sima mechanikus módszer. De ettől függetlenül elő van készítve minden, és kezdjünk is be, nem tudok mit mondani. Nem tudom, látjátok-e, hogy itt gőzölök, van előttem egy megfelelően melegvizes tál. És nyilván a nagy ecsetekkel kezdek, mert lusta vagyok. Nagyon, Isten, nem hiszem el. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, hogy nem bántuk meg, hogy szakítottunk. Jelenleg azt tudom mondani, hogy szerintem Bence nevében is, hogy nem. Olyan rossz egyébként erre így válaszolni, mert jól váltunk el, és igazából nem haragszik senki senkire, és nem is tudunk nagyon konkrét dolgot mondani, hogy miért szakítottunk, és szar így kimondani, hogy nem bántuk meg, de én a saját nevemben azt tudom mondani, hogy nem, én most jobban érzem magam. Ennyi. Most, hogy újra elkezdtél lovagolni, tervezel-e majd lovas tartalmakat is gyártani? Határozottan tervezek lovas tartalmakat gyártani, és egyébként elmondanám, hogy a vlogokban elég sok lovas rész is van, viszont konkrét lovaglós tartalmat nem olyan könnyű ám gyártani, mint gondoljátok, ugyanis amióta én elköltöztem, az elmúlt 4 évben annyi bértartónk lett, hogy folyamatosan tele van az istálló. Úgyhogy a kis csoportba előre jeleznem kell, hogy mikor szeretnék kimenni, hogyha azt akarom, hogy senkit ne zavarjak azzal, hogy én állványt pakolgatok, és a fedelesben miközben lovagolok videózni szeretném magam. Vagy meg kell kérjem Sanyit, hogy segítsen, ami még nehezebb, ugyanis ha van valami, amit nem szeret csinálni, akkor az nekem operatőrködni. Úgyhogy tervezem, igen. Nem olyan könnyű összehozni, de nagyon igyekszem. Ja, és azokat a kérdéseket már most kiütném, hogy tervezünk-e újra összejönni? Nem. Ebből van mondjuk olyan 300. Úgyhogy ezt most megválaszolom, és akkor így későbbiekben már nem fogom felhozni. Hencső, hogy kéz-lábtörés videók, oké, nem volt senkinek semmilyen törés. Volt az a nagyon csúnya esés, azt tudjátok, a borulásunk. De az már annyi videóban benne van, keressétek már, meg ne kelljen még egy helyre beraknom. Mikor tervezel újra versenyezni? Nem tudom, hogy fogok-e újra versenyezni egyébként, mert nem tudom. Ha fogok versenyezni, arról tudni fogtok, de nem akarom azt mondani, hogy biztosan fogok, mert nem tudom. Lovardában van-e lovagoltatás? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen. Az egyetlen ember, aki tudna edzést tartani, az Sanyi. Sanyinak egyébként se ideje, se lova, amivel tudna edzést tartani, ugyanis nincsen iskola lovunk. Az előbb, ahogy mondtam, annyira tele vagyunk bértartókkal, hogy nincsen iskola lovunk, úgyhogy nincsen lovagoltatás, sajnos. Milyen videókat tervezel készíteni? Imádtam a lovas, minkes, meg hol videókat. Lovas, minkes és hólos biztos, hogy lesz. A lovasok már készülnek, sminkeseket nem sokára elkezdem összerakni, hogy milyeneket szeretnék csinálni, de tudjátok jól, hogy az az eredeti dolog, amit imádok csinálni, úgyhogy mindenképpen lesznek sminkes videók is. Nem tudom, várom egyébként az ötleteket, én nyitott vagyok, aztán meglátjuk.
Mi a terved a következő 5 évre? Olinak hiányzik-e Bence? Nekem hiányzik-e az eddigi életem? Ez egy jó kérdés egyébként. Az az igazság, hogy az eredeti 5 éves tervem az egy kicsit felborult. Úgyhogy jelenleg, hogy igazán mit is szeretnék és mire vágyok, azt újra kell fogalmazzam. Jelenleg még nem tartok ott, hogy ez teljesen tisztán meglegyen a fejembe, vagy akár valahol leírva, de ez nem sokára meg kell, hogy történjen. Ha megtörtént, akkor majd jelzem, és tudtotokra adom valahogy. Olinak hiányzik-e Bence? Amikor találkoznak, akkor nagyon örül neki. Nyilván nem tudom megmondani, hogy így napközben, hétközben hiányzik-e neki, biztosan. Hiányzik-e az eddigi életem? Inkább azt mondanám, hogy személyek hiányoznak, meg programok. Amit nyilván ugye itthonról nem úgy tudok összehozni, mintha fent lennék Pesten. Lesz-e Halloween is minkes videó? Legyen-e? Tavaly nem mentek olyan jókat, nem tudom. Lehet, hogy TikTokra csinálok belőlük kis sorozatot, de nem tudom, hogy YouTube-ra lesz-e. Nagyon hosszú felvenni, nagyon hosszú megvágni? Nem tudom. Várom az ötleteket, hogyha szeretnétek, hogy legyen, akkor lehet, hogy nekiülök. Mit gondolsz, ha a kisgyerekkori önmagad látna téged, akkor olyan lenne E, amit ő gondolt, hogy lesz. Amúgy szerintem nem áll messze. Őszintén megmondom, hogy szerintem csalódott nem lenne. Nem biztos, hogy pontosan olyan lenne, mint amire gondol a kis Rebeka. Ez, itt. De hasonló. Most, hogy szétmentetek, hol laksz? Na igen, ez nagyon sokszor felmerült. Hazaköltöztem Hódmezővásárhelyre. Még mindig nagyon sokan meglepődtök, én Hódmezővásárhelyi vagyok eredetileg. Itt születtem, itt jártam suliba, innen költöztem Pestre. Nem pont hazaköltöztem, de majdnem. Nagymamánál az emeletem van egy egészen nagy rész, és ezt teljes mértékben kisajátítottam. Nem tudom, hogy fog-e látszódni egyébként itt a videón, de beletrakva a nagy kanapém, itt van mellettem az egész gardróbom, egy másik szobában van a többi bútorom, ott az ajtó mögött egyébként egy walking gardrób féleség van, ott is tele vagyok cuccokkal, úgyhogy ez az én kis saját részem. Lesz-e vlogmas? Szerintem igen. Amúgy szerintem igen. Most tuti, hogy nagyon sokat fogunk programozni, úgyhogy megpróbálom. Nem biztos, hogy a vlogmas eredeti formátumában, a full mindennapos posztolásban, azt tudjátok, hogy nem is ment olyan jól, és a buksimnak se tett olyan jót 3 éve, vagy mikor próbáltam meg. Úgyhogy ez nem biztos, de valamilyen formában szerintem lesz. Milyen az élet újra otthon? Nagyon fura, elképesztően fura. Igen. Igen. Nagyon furcsa. Édesanyának szoktam mondani így napközben, hétközben, random alkalmakkor, hogy Uram Isten, nagyon furcsa. Nem rossz, de nagyon fura. Sokkal lassabb. Pesten azért nem úgy állítanak meg egyébként az emberek. Annyira nem nagy dolog, hogyha valahol meglátnak. Hát az elmúlt 3 napban 3 olyan eset volt, hogy édesanyja mondjuk azt, hogy kinevetett. Úgyhogy nagyon furcsa. De gyertek nyugodtan egyébként, hogyha felismertek, gyertek nyugodtan, nagyon cukik vagytok. Mindenkinek hozzá kell szoknia szerintem, hogyha hazaköltöztem. Szeretnék-e újra szőke hajat? Most képzeljétek el, hogy egy külső hatás erejére végigmentem az egész Instámon, a legelső posztomtól, és mindent, amire úgy néztem, hogy jó, azt kitöröltem, és ez azt jelenti, hogy 210 posztot távolítottam el a feedemből, úgyhogy most már nyugodtan lapozgathatjátok elejétől a végéig. És nagyon sok szőke hajas képre úgy néztem, hogy jó-jó, de valami nem oké, és jelenleg azt mondom egyébként, hogy most nem érzem a szőkét. Lehet, hogy parókázni fogok valamikor, mert azt tudjátok, hogy nagyon szeretem, és annyi időre tök jó, de nem gondolom úgy, hogy időm, kedvem, energiám lenne ahhoz, hogy én újra szőke legyek a közeljövőben. Nyilván, amikor egy-egy nagyon jó képet meglátok, akkor azt mondom, hogy te jó ég, mennyire szeretnék szőke lenni,
Viszont ez, ahogy belegondolok, hogy mennyi foglalkozást igényel, egészen gyorsan elmúlik, úgyhogy nem leszek szőke a közeljövőben. Ehhez kapcsolódva, mit használsz a hajadra? Jelenleg a Redkennek ezt a termékcsaládját használom, és elképesztően jó. Nagyon nehéz beszerezni Magyarországon, sajnos, viszont elképesztően jó, ja és nem is olcsó. De szerintem nagyon-nagyon megéri, úgyhogy ha valakinek szőkítésből adódóan károsodott haja van, akkor az simán nagyon-nagyon király. Mi a csávó ideálom? Ez egy nagyon jó kérdés, erre próbálok én is rájönni egyébként, hogyha érdekel valakit. Amire azt hittem eddig, hogy az ideálom, abban nem vagyok biztos, hogy az. Úgyhogy jelenleg nem tudom. Vannak dolgok, amikre eddig simán azt mondtam volna, hogy úristen, biztos nem. Nyilván most csak külsőről van szó, a belső az egy egészen más kérdés. Van itt egy olyan kérdés, hogy gondolom mindenki is erről kérdez, de hogy élted meg a szakítást Bencével? Az az igazság, hogy ebben nem biztos, hogy itt bele szeretnék menni. Lehet, hogy majd csinálok egy kicsit mélyebb videót erről, vagy valahogy jobban összeszedettebben megpróbálok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, de itt most nem hiszem, hogy ebbe belekezdenék. Hogy érzed magad mostanában? Egyre jobban. Van esélyem, hogy visszaérsz valamikor? Elmondanám nektek, hogy ha vicces vagy, akkor van. Egyébként, ha írsz, hogy szia, biztos, hogy nem írok vissza. 1000%, hogy nem írok vissza. Vannak olyan csajok, akikkel lassan azt mondom, hogy évek óta beszélgetünk, és azért válaszoltam nekik is, mert kérdeztek valamit. Ha olyat írsz, amire tudok válaszolni, akkor válaszolok. De ha megkérdezed, hogy milyen napom volt, arra nem tartom valószínűnek, hogy vissza fogok írni. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy van-e új csávó, és határozottan azt mondom, hogy nincsen. Ha lesz említésre méltó, akkor tudni fogtok róla, de nem tartom valószínűnek, hogy ez a közeljövőben meg fog történni. Milyen újra a lovaglás? Nagyon jó, nagyon hiányzott. Azt hittem, hogy nehezebb lesz egyébként így. Nem azt mondom, hogy visszaszokni, mert az, hogy visszaszoktam-e, az nem biztos még most se. Viszont, hogy így a rutin. Annyira nem estem ki, mint gondoltam. Ez is nagyon sokszor volt kérdés. Kellene erről is csináljak majd egy update-et nektek. Jelenleg szedek-e bármilyen fogamzásgátlót a JDS után? És a válaszom az, hogy nem, és nem is tervezek. Amióta levették, azóta nem szedek semmit. Úgyhogy ez szerintem így is fog maradni. Fogok csinálni megint egy health update-et. Jó, amúgy Redditen nagyon megindultak a reakciók a Carnivore-ra. Ezt elmondom, hogy ez véletlen se egy ajánló videó volt. Természetesen az, hogy én ezt csinálom, vagy erről beszélek, az nem jelenti azt, hogy én ezt reklámozom, vagy azt szeretném, hogy bárki más is ezt csinálja. Nekem nagyon beválik, még mindig csinálom. Szerintem ma van pont 2 hónapja. Totál jól vagyok, bőröm napról napra jobb. Pénteken lesz egyébként bőrgyógyász konzultációm, úgyhogy azután szerintem fogok nektek jönni majd egy videóval, ugyanis, hát nem tudom, hogy mit fog szólni hozzá, de el szeretnék kezdeni tretinoint használni. Ha valaki nem tudja, hogy mi a tretinoin, akkor az annak kifejezetten ajánlom, hogy majd nézze meg a videót, de igen, utána mindenképpen fogok jelentkezni, mert az egy nagyon izgi beszélgetés lesz. Van olyan kérdés, hogy Oli nem hiányolja-e Bencét, ha nálam van, és engem, ha Bencénél van. A kutya 99%-ban nálam van, ami azt jelenti, hogy ha én Pesten vagyok, és nem Gáborhoz viszem el a kutyát Fehérvárra, akkor adom oda Bencének, ami 3-4 napnál nem több. Úgyhogy a kutya az 99%-ban nálam van, és ahogy mondtam, nem tudom megkérdezni tőle, hogy hiányolja el Bencét. Melyik a legkedvencebb sminkeseted az összes közül? Ez amúgy nehéz. Ha csak egyet választhatok, akkor szerintem ezt fogom mondani. Ez egy Sephora Pro, talán 90-es volt a száma, mintha úgy emlékeznék. Ezzel szerintem mindent meg tudok csinálni. Konkrét szemfestéket fel lehet ezzel tenni, úgyhogy szerintem az a kedvencem, ha egyet szabad csak választani. Olvasol-e könyveket? Ha igen, milyen témában? Van-e kedvenc könyved? Jézus! Olyan szinten vagyok elmaradva
a könyvajánlós videómmal. Pont közben jött az egész költözés, meg minden, de hát szerintem tizen pár könyv vár arra, hogy megcsináljam azt a videót. Sokféle témában olvasok egyébként könyvet, nyilván, hogyha kikapcsolódásnak olvasom, akkor valamilyen regényt, de azt is nagyon-nagyon sokféle kategóriában. És ha kedvencet kell választani, akkor szerintem még mindig a Verityt mondom. Az, úristen, ez nagyon jó könyv. Van egy olyan kérdés, hogy jól látom-e, hogy fogytál, mióta nem vagytok együtt Bencével. Már azért közben megkezdődött a folyamat, de igen, jól látod, alakulnak a dolgok, úgyhogy tervezel a második kutyust, ha ilyen-milyen fajtát? Nem. Köszönöm szépen. Egyedülálló anya lettem, bőven elég nekem, egy kölyök, nem kell még egy. Kíváncsi leszek, hogy fogok majd Pesten lakást találni egy Dobbermannal. Az egy kicsit neccesebb kör lesz, de egy bőven elég. Vannak-e paranormális sztoriaid? Nincsenek, és én ezt úgy bánom egyébként, hogy elmondani nem tudom. Nyomorult ajtónyikorgáson kívül semmilyen paranormális sztorim nincs. Pedig tök izgi lenne. Viszont ha nektek van, akkor azt üzibe írjátok már le. Kíváncsi vagyok rájuk. Tartom-e a rövid hajat, vagy növeszteni fogom? Hát szerintem most nő egyébként. Fazonra van vágva, azon kívül most a Dyson hajas esemény előtt a Szofrán Zsolt levágta a hajam, de nem a hosszából vágott, csak fazonra, úgyhogy most egy darabig nem hiszem, hogy kell vágni. Növeszgetem. Nincs igazából semmilyen cél, hogy meddig akarom megnöveszteni, vagy mikor akarom visszavágni, vagy bármi. Most növeztem, aztán majd, ha úgy érzem, akkor levágom. Kedvenc zene? Hát valószínű, hogy nagyon tucat leszek ezzel, de Sam Smith Unholy az hú. Hiába mondják azt, hogy túlpörgették TikTokon, és hogy mire kijött már nem is izgi, és nem tudom én, szerintem nagyon jó. Beyoncé új album, az egész, de nyilván abból is Kaffit a legjobb, szerintem. Ez a kettő a top most. Ezt nagyon szeretem. Ezeket nagyon szeretem most. Jaj, Istenem. Ezen édesanyával olyan jót nevettünk. Az üzenetek mennyisége, amiben azt kérdezitek, hogy lesz-e OnlyFans-em, megszámlálhatatlan. Megszámlálhatatlan. Nem tartom valószínűnek. Soha nem mondd, hogy soha. De nem tartom valószínűnek. Lesz-e horze hol? Na látjátok, ez egy nagyon jó kérdés. Fel fogom venni megint a kapcsolatot a horzéval, és meg fogom érdeklődni, mert ha valamikor, akkor most igazán aktuális lenne. Úgyhogy köszönöm a kérdést, intézzük. Mi az, ami erősíti az önbizalmad? Ezt nagyon sokszor mondtam már nektek, erről szerintem minden ilyen kérdezfelelekes videóban beszéltünk. Az önbizalom az szerintem döntés kérdése, lehet egyet érteni, vagy nem. Ha neked fejbe megvan, hogy rendben van az önbizalmad, és mennyire fasz a csaj vagy, vagy srác, akkor az vagy, kész. El kell dönteni. De egyébként nyilván hozzátenném, hogy egy jó outfit, egy jó smink, jó haj, jó parfüm, az mindig egy kis plusz jelent. Tetszett-e valaha az egyik tanárod általános vagy közép suliba? Ha igen, mit tanított? Én is vásárhelyi vagyok. Na most nem tudom, te melyik sulikba jártál, de mi ezekből teljesen kimaradtunk. Egy jó csávó tanárunk se volt. Röviden a szakításról, hogy lehet elhagyni valakit, akit szeretsz? Hát egy az, hogy úgy, hogy magadat jobban szereted, mint a másikat. Akárhogy nézzük, mindig magadnak kell az elsőnek lenni. Kettő, meg hogy amikor ott van, hogy hiába szereted, érzed, hogy nélküle jobb lenne neked, akkor az, hogy szereted, az szerintem nem elég. Napi hány kalóriát eszel így a diéta alatt, és heti hányszor edzel, és hány órát? Nem tudom, hogy hány kalóriát eszek, ugyanis egyáltalán nem számolok semmit. A carnivore-ban nincsen semmi számolás, mit szabad, mit nem szabad. Az alapelv az megvan, azt tudjátok, csak állati eredetű termék. Ahogy mondtam, a tejtermékeket azért én limitálom, mert elméletileg csak nem szabadna ennem, úgyhogy abból nagyon keveset fogyasztok,
viszont nem tudom. Az elején azt hiszem, hogy kíváncsiságból nézegettem, és ilyen 2000-2500 kalória körül kajáltam. Azóta kevesebbet eszek, de nagyon-nagyon változó. Van olyan nap, hogy egész nap éhes vagyok, és folyamatosan kajálok, aztán van olyan nap, hogy egy nap egyszer, max. Kétszer eszek valamit. És a mennyit edzel kérdésre pedig öcsivel járunk edzeni, és hetente ötször, hány órát, egy, max. Másfél, hogyha nagyot nyújtok. Nem edzünk túl sokáig, de aktívan. És egyébként, ha valakit érdekel, akkor Brett Contreras-os edzéstervet csinálok jelenleg. Nagyon izgímálom. Nagyon sokan kíváncsiak vagytok, nem tudom, hogy miért nem értettétek, mert többször volt már kint egyébként, de hogy miért gumikesztyűbe vágtam a nyomorult csirkét, undorodok a csirkének az állagától. A csirke mellnek az állagától, meg a felszínétől, és az egésztől undorodok, úgyhogy ha édesanyja nem áll mögöttem, és nem röhög ki, hogy kesztyűbe vágom a csirkét, akkor mindig kesztyűbe vágom, mert undorító. Nem kifejezetten szeretek egyébként se nyers húst taperolni, de a csirke az fúj, mindent visz, undorító. Páran szemre hányóan megkérdezték, hogy tényleg ilyen könnyen élem-e meg a szakítást, amit ti láttok, az már a végkifejlet, a döntés meghozatal volt inkább nehéz, de nyilván erről nem fogunk posztolni. Ti már csak a végkifejletet látjátok, úgyhogy itt már nincs kérdés, vagy nem tudom, hogy mondjam, remélem értitek. Mivel mosod az ecseteidet, nekem ez egy örök mumus marad, sokat kínlódok. Őszintén megmondom, hogy kipróbáltam mindent. Nagyon sok ecsetmosó szappanom, sprém, folyadékom, mindenem volt, és nagyon csöves, de sima mosogatószerrel, ugyanis eszedik el legjobban az olajos dolgokat. Nagyon szeretem, nekem nagyon bevált, árba is jó. Szerintem ez a legjobb, ennyi. Most érek oda, ahol mindenki azt kérdezi, hogy van-e új pasi. Nincsen. Hiányoznak a sminkes videók, jönnek nem sokára. Ha csinálok Halloween-i sminket, akkor wow. Folyékony latex és művér is legyen hozzá, lesz mindenképpen. Megígérem, hogyha idén csinálok Halloween-i sminkes videót, akkor valami nagyon extrát fogok csinálni. Ilyen újra szinglinek lenni, hát ezt annyian kérdezitek. Őszintén megmondom, hogy semmi szingliset nem csináltam, amióta szakítottunk Bencével, viszont ahogy a felhozatalt elnézem, kétségbe vagyok esve. Úgyhogy fun. Nagyon sok vásárhelyi kérdezte, hogy hol lehet velem találkozni, vagy hogy lehet összehozni. Még nem tudom, de megígérem nektek, hogy valamit ki fogok találni, hogy mindenkivel valahogy tudjak találkozni. Gondolkodtál-e azon, hogy kipróbálod a kerámia héjakat? Nagyon felkapott mostanság. Hát ha nem indokolt, akkor szerintem ez teljesen idiótaság, hogy kipróbálod. Szerintem egész jók a fogaim, úgyhogy biztosan nem. 1000%, hogy nem, és ha valakinek nem tényleg indokolt, akkor ez nem olyan, hogy kipróbálod. Ha lenne egy törpemalacot, hogyan neveznéd el? Miért fájdítod a szívem? Miért? Azt viszont bármikor, kérdés nélkül, Oli mellé egy malacot imádnám. Annyira szeretnék még mindig törpemalacot, hogy Van kedvenc őszi körmöd? Nincsen kedvenc őszi körmöm, viszont az őszi színeket, azokat úristen, de imádom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy bele kell húzzak, és el kell kezdjek őszi körmöket gyártani. Úgyhogy készüljetek fel, mert itt is, meg TikTokon is gyakorló kezemet elő kell szedjem, és nagyon-nagyon sok őszi körmös videót tervezek egyébként nektek hozni. Na, ezt a párat még gyorsan megcsináljuk, addig keresgélek. Imádom olvasni a kérdéseket. Hogy derült ki a pajzsmirigy így alul működéset, ha rejtett? Képzeljétek el, hogy mentem egy ultrahangra, egy teljesen másfajta ultrahangra, és valamiért azt a fajta ultrahangot csak pajzsmirigy ultrahanggal lehetett aznap csináltatni, és nyilván nekem rögtön azonnal kellett. És megcsinálták a pajzsmirigy ultrahangot, és ott mondta
a doki, hogy az egyik oldalon 50, a másik oldalon meg 60%-kal meg van nagyobbodva a pajzsmirigyem, ami utal a rejtett pajzsmirigy alulműködésre. Én megmondtam neki, hogy zsír, ezzel mit lehet csinálni, és mondta, hogy hát, az a szép, hogy valószínű, hogy a vérvétel nem fogja kimutatni, tehát a gyógyszer az nem fog rámenni, úgyhogy endokrinológussal társalogjak és találjam ki, vagy hát majd ő kitalálja. És ugye ez meg is történt, nem emlékszem már pontosan mit mondott, de ebbe a videómban egyébként van róla szó. És akkor, ja, aztán elkezdtem ezt a diétát, és megoldottam vele 3 évnyi szenvedést. Nyilván ez nagyon le van egyszerűsítve, de értitek. Teljesen helyreállt-e a hajam szőkítés után? Nem, viszont sokkal-sokkal jobb, de azt is meg kell mondjam, hogy majdnem teljesen lenőtt már az a rész, amit szőkítve volt. Úgyhogy... Ha a köröm szó szerint kivágja a szivacsot mosáskor, az gagyi szivacs. Nem tudom, őszintén megmondom, hogy van a sárga Real Techniques-es szivacsom, az egy idő után elkezd kiszakadni. Van egy csomó beauty blenderem, azokból az egyik kiszakad, a másik nem, és képzeljétek el, hogy vettem, ezt nem mostam még ki, ezt a szettet, ami egyébként nem vagyok elájulva tőle, a kicsi nagyon tetszik, meg a közepes nem rossz, viszont a nagy az E, és hogyha megnézitek, nem tudom, hogy látszik-e, ez nem a körmöm, ez csak szimplán mosásnál kiszakad, teljesen esik szét, úgyhogy nem tudom, vagy rosszat fogtunk ki, tényleg szar. Előfordulhat, mellé nyúltál. Hiányoznak a parókás körmös videók, az 1 órásat is végignézném, szeretem a hosszú videóidat. Először is, köszönöm, lesz belőle nagyon sok. 2, meg hogy van egy parókám, amibe belekezdtem, viszont nem fejeztem még be. Már megrendeltem hozzá a színt is, amit rá akarok tenni, viszont a szőkítésből még van egy kicsi, mert feketéből indultunk, ugye? És nem elég világos még. Szerintem, ha visszajöttem Pestről, még a héten nekiállok. Egy olyan tulajdonságod, amit nem szeretsz magadban, halogatok nagyon, nagyon. Amíg nincs meg az utolsó pillanatos nyomás, addig halogatok. Nem minden, de nagyon sok mindent, úgyhogy... Mit ajánlanál pelyhes arcszőrzetre, szőke, de így is zavaró? Nem tudom megmutatni, meg akartam mutatni. Tudjátok, vannak ezek a szemöldök borotvák. Rá tudsz keresni Dermaplanning néven YouTube-on, vagy akár TikTokon is, ahol kényelmesebbnek érzed. Egyszerűen leborotválod. Szárazon nem kell semmit rátenni, csak arra kell figyelni, hogy ki legyen feszítve a bőr, és szépen leborotválod. Jobban szívódnak be az arckrémek, szérumok, amiket használsz, sokkal egyenletesebben fogod tudni felvinni a sminket, és egyébként hámlasztja is a bőrt, fizikai hámlasztás, bőrradír helyett, természetesen nem használunk bőrradírt. Körülbelül 2 hetente kell megismételni, és tökéletes a kis pihékre. Mikor születtél? 97.08.24. Hogy érzed magad így egyedül, így a képek alapján úgy tűnik, hogy nagyon sugárzol? Nagyon szépen köszönöm, rengetegen írjátok, nagyon jól esik. Jól érzem magam, főleg úgy, hogy kezdek minden téren helyreállni, így határozottan jól érzem magam, nagyon egyszerűen röviden, ennyi. Mit használsz az arcodra, hogy ilyen szép? Erre mindenképpen szerettem volna válaszolni, úgyhogy jó, hogy megtaláltam. A jelenlegi rutinom elképesztően egyszerű. Mindig olajos lemosó. Jelenleg ezt használom a Kliniktől. Take the day off. Utána csak és kizárólag a hidratáló arclemosót a CeraVe-tól. Jelenleg nem bírja el az arcom a habzós lemosókat, úgyhogy csak ezt használom. Ezután pedig ez egy pici probléma, mert Magyarországon ezt nem lehet beszerezni, viszont Differint használok jelenleg, aminek a lapelén a fő összetevője, és ez az, amitől igazán szép jelenleg az arcom. És erre pedig a CeraVe-nak ezt a hidratálóját használom, mindig ezt használom, nem használok semmi más hidratálót, ez a tökéletes állagú, imádom, legjobb. Ez az esti rutinom, reggel pedig csak vízzel mosom meg az arcom, nem használok semmilyen arcemosót, csak víz, szárazra törölni, C-vitamin, revoxos C-vitaminot használok egyébként, az a kedvencem, arra a CeraVe-s hidratáló, és arra pedig ez a naptej, Garnier, ugye? Azt hiszem, hogy Garnier. Ez a kedvenc naptejem, mostanában minden mástól kipattogok, egy csomót kipróbáltam, csak kizárólag ezt használom. Elta MD-t szeretnék használni, viszont sehonnan nem tudom megvenni, úgyhogy ez az, amit használok, ez egy drogériás
viszonylag jó árban lévő drogériás naptej, nagyon jó állagú, nem csípi a szemedet, top. Ez kényes kérdés lehet, de mielőtt Bencével voltál, hogy nem jutott időd a lovakra. Hát egy évig fent volt egyébként Enjoy Pesten, mondjuk azt, de olyan rossz útvonalon kellett kimenni a lovardába, hogy volt, hogy másfél órát kellett vezetnem, állnom a dugóba a 15 perces út helyett. Egy-kettő, amikor felvittem, akkor is 100 000 forint volt a bértartás, és ha akarom, ki tudom fizetni, de úgy, hogy itthon ingyen van tartva, és biztosan foglalkozik vele valaki, ha nekem valami miatt nincs is időm kimenni. Nem érte meg, egyáltalán nem érte meg, főleg úgy, hogy tudtam, hogy nem fogok tudni versenyezni időhiányában biztosan. Imádom, hogy van, aki amúgy totál le van maradva, és még azt kérdezi, hogy házasság és gyerek terve van-e Bencével. Jó, ugyanazok a kérdések vannak itt nagyon-nagyon durván, úgyhogy én lehet, hogy azt mondom, hogy ennyi volt most ez a videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Szeretnék live-olni is valamikor, úgyhogy készítsétek a kérdéseiteket, és megpróbálok majd akkor inkább ott élőben válaszolni nektek, hát ha az úgy egy kicsit gördülékenyebben megy, és mindenki kap választ a kérdésére. Ha bármi van, amin teljesen átsiklottam, és szeretnétek választ kapni rá, akkor azt mondom, hogy ide is leírhatjátok nekem a komment részekbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!